A következő mesét Rács Zsuzsa küldi neked a KNTH Gyógyvarázs Mesedoktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb! Benedek Ele a szegény ember szőlője. Volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akárcsak a szemefényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozik, elébe ugrik egy béka, s kéri a legényt. Adj egy falás kenyeret, te legény, már két hete, hogy egy falatot sem ettem. Majd holnap után, vaskedden, mondotta a legény, s elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludott, s amikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legény a hideg is kirázta a nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyered, de ez a legény is elkergette, még jól meg is dobta egy kővel. Aztán lefeküdt, elaludott, s mire felkelt, felesen volt meg a szőlőnek. Hely, zsémbelt a szegény ember! Nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek, elkergette az apjuk. Egyébünk sincs annál a kis szőlőnél, és arra sem tudnak vigyázni. Mondotta a legkisebb legény. Ne búsuljon, édesapám! Ami maradt, az meg is marad. Azt én őrzöm. Kiment a legény a szőlőbe, leült ő is falatozni, s hát jön egy béka, kenyeret kér tőle is. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék? Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél szék, szegény béka, nesze! No, te fiú, mondta a béka, jó tétel helyébe jót vágy. Nesze, adok neked egy részvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd az éjjel eljön három paripa, egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű, hogy összerúgdossák a szőlődet. De te csak suhints meg rájuk, külön-külön ezekkel a veszőkkel, és egyszeriben megszelidülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznunkat veszed az életben. Úgy lett, ahogy a béka mondotta. Eljött érte a három paripa, berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kalapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel. Rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondották a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk. Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. Semmit sem szólt sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi a tenger szőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszületelni. No, telt múlt az idő, egyszer a király mit gondolt, mit nem. Egy magas fenyőszálat állítatott a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy arany rozmaringot, és kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az arany rozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még félénk sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény részszőrű paripán. Fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán a sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, és úgy eltűnt, mintha fölnyelte volna. Hát bezzeg, hogy a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz, de otthon erről nem tudtak semmit sem. A rongyos ruhájában ment haza, és mikor az apja meg a testvére hazakerült, mert azok is ott voltak a csodálni, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyai, hogy ők mindent láttak, mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény. Jobban láttam én azt, mint én. Ugyan, honnan láttad volna te jobban? Kérdezték a bátyai. Hát felállottam a kerítésre, és onnét láttam. A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, és hogy többet ilyesmi ne lásson, a kerítést lebontották. Következő vasárnap még magasabb fenyőszára egy aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem amikor a nagy szégyenkezve mind elkullogtak, öt ezüstszőrű paripán egy vitéz,
akinek ezüst sisak volt a fején. Egy ugrással lekapta az aranyalmát, s úgy eltűnt, mintha földnyelte volna el. Mire a szegény ember s a két idősebb fiú hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak. Bezzeg olyat a kuckóból nem látni? Ó, én jobban láttam, mint ti, mondotta a legi. Ugyan honnét láttam? Felmásztam az oll tetejére, s onnét láttam. A legények nagy mérgükben szétszették az oll tetejét is, hogy az öccsük többet ne lásson onnét. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszára arany sejemkendő tüzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta le? De most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, s aranycsisak fegyte az arcát. Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, mi csodát láttak. Jobban láttam én azt, mondotta a legény. Ugyan honnét láttad? Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthágyták a házfedelét is. Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az arany rozmaringot, az arany almát, az arany sejemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak volt az országban. Azok között sem volt a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az arany rozmaring, a lovakantárjába az arany sejemkendő, s egyik kezében tartotta az aranyalmát. No, csak hogy megjött, örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, s a király a legénynek adta az egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.